Sziasztok! Itt az idő megnézni pár egyperces pályát! Juhú! Szóval, első pályát Assassin Mester csinálta, és az a cím, hogy egyperces kalandpálya. Ha jól emlékszem. És akkor indítom. Puff. Történet unatkozod, és valakit meg akarsz emiatt ölni? Jézusom! A világ többi része nem akart betölteni. Haha, vicces. Ez hogy néz ki? Kopónyanya. Kicsit akadunk, nem tudom miért. Mi van nálam? Atom, übertáp, sétapálca, beta, V verzió. Hát csak beta, akkor nincs intro. Jó, szép üres ház. Ja, hogy meg kellett volna ölni ezt a kopónyanyát, az atomübertáp sétapálcával, oké? Kopónyanyáról. Kopónyanya az egy boszorkány és Nocs közös fia, de Nocs, mivel nem tudja számon tartani azt, hogy kik a gyerekei, úgyhogy őt se tudta, hogy ki, ezért lejárt az egy perc. Ezért kopónyanya antiszociális lett, és később már csak a renddel törődött. Mi van? Tehát azért volt csak egy ágya és ládája a gyerekszobájában. Csak az atomübertáp sétabálca pálca béta verziójának hordozója tudja megölni. Jó, akkor tényleg meg kellett ülni. Tű. És ennyi? Szerintem mennyi, nincs itt más, csak mindig megtévesztő, hogyha nincsen. Ez itt a vége kiírás. Hát jó, most egy időre lefoglalt, de most megint unatkozok, úgyhogy megyek és megölök valakit. A következő pályát X-Falcon X2 készítette, és az a címe, hogy egyperces. Jó. Start. Random. Itt egy csabus a fej. Meg egy könyv. Tudnivalók. A map multiplayer kompatibilis, de csak egy ember dönthet. Utóirat, a mapnak két befejezése van. Ami piros gomb, még blokk. A sétapálcát tartalmazó test meg idézése. Indító gombocska. Mi ez a random? Piros gomb. Megöl? Nem. Ez egy piros gomb. És megöl. Oké. A sétabálca tartalmazó láda. Hopp. Jiha. Atom übertáp sétapálca. Gondolom mindegyik. Ah, és itt van benne. Aha. Ezért voltak itt kiesve a cuccok. Azt mondja, indító gombocska. Ja, sötétség, de jó. Most fog lejárni egyébként. Csabusa. Semmi. Ez meg... Kerry 26? Nem jó, ez így sötét, nem jó. Adok magamnak fákját, muszáj. Valami kérdés volt, de nem tudom mi volt az. Nem tudom lerakni. Oké. Mit érzel Kerry iránt? Szeretetet, utálat? Rip, Csabusa, ki tudja, kit érdekel. Ennyi? Ez volt biztos az egyik befejezés. Na jó, kíváncsiságban nézzük meg a másik befejezést. Itt a gombocska. Oké. Ki jobb? Hát Csabusa, de nem értem, hogy miért nem jó. El van mondva ez a quiz. Ezen a jó válasz, és nem történik semmi. Hát igen, de csak nem lett rendesen letesztelve ez a pálya. Oké. Szeretetet. Jó, ez a kérdés legalább jó. De nem tudom, mi a másik befejezés. A következő pályát Satix készítette, és az a cím, hogy a Szent Kör. És azt írta, hogy ez egy nagy pályának a demo verziója. Hát, kíváncsian várom, hogy mi lesz. Indítás. Köszöntő. Köszöntelek a Szent Kör nevű pályámon. Szabályok. Szabályok, ne piszkáld a game rule-kat.
Be van állítva minden, ne rakj parancs spam pointokat, a játék magától tesz. Játsz kaland módba, abban vagy. Jó, helyes. Ez már tetszik, hogy mindenben van állítva, de... Pillanat. 1.8.1. De mégis vannak körvonalak, akkor ez nem kreatív mód. Történet. Te egy vándor vagy, egyszer elfáradtál és lefeküdtél aludni egy fa mellé. Amikor felébredtél, rád esett egy levél. Hú, de fáj. A levelen írás volt. Levelen. Írás volt, méghozzá ez. A szentkör arra ott meg kell... Na, a szentkör arra ott meg kell találnod. Te erre csak ennyit mondtál, hát akkor elmegyek arra ott. Indítás. Szentkör. És ott vagyok. Aha, és most járt le sok volt az íres. Jó, akkor megyünk arra ott. Azt mondja, egyelőre ennyi lenne a demo verzió, hát jó, ez így nagyon kevés volt. A pálya folyamatosan épül, köszönöm, hogy kijátszottad. Ez így semmi, csak szöveg volt. A következő pályát Zegedi 2012 készítette, és az a cím, hogy Miniszivacs 2. Ajaj, start. Mi ez valami? Pult? Meg kell nyomni? Aha, Csabusa irodája. Vízhelyzetre. Atom übertáv sétapálca. És ha benne vannak az effektek is, és jól írta a nevét is. Igen. Mondjuk, nem valami nagy szám. Mármint úgy értem, hogy az effektek szintjei nem nagyok. Egy trollart telefon. Káposzta. Sensei, gond van, a Szivacs 2 is összement, segítsen megjavítani. Kérem, kattintson az indítás gombra. Tetszik egyébként a berendezés. Ez ütös az ő feje. Csab, szólok. Csörög a telefon. Ha nem hallanád, vedd fel. Indítás. Jó, oké, ez a szivacsból van. 20. gomb. Szabályok ugyanazok, mint a szivacs 2, minden be van állítva. Nem lehet megnyomni. De közben lejárt. Fontos. Nyomjuk meg. Ho-ho-ho. Nincs tökéletesen beállítva. Oké, 23. gomb. Még mindig ronda vagy. Ezek meg nem. A gazdát nem bántja, menj tovább, csak húzzák az időt. És te bántja. Oh. Igen, itt voltam. Káposzta. Itt Sensei, még nem tudjuk mitől meg össze a pálya, de menjen csak tovább. A kézikönyv szerint jó irányba halad, siessen, mert már zsugorodik is. Csom. Weather bucket. Liter water csont. Siess. Tényleg kisebb lett. Oké, először bénának tűnt a pálya, de most már poén, és tényleg itt kisebbek a folyosók. Üszönszelj, megvan. Jó, ez nem egy perces, ez tuti nem egy perces, ez nagyon hosszú lett. De azért megnézzük. Ötszenszáj megvan, mitől megy össze a pálya. A szivacs agy túl sok hülyeséget szívott magába, ezért elkezdett zsugorodni, tisztíts ki, és így megmenekül a pálya. Yeah! Yeah! Like all elsőként a videódat. Jaj, de kicsi. Hú, ez a szivacsagy. Az óriás szivacsagy, ahová minden szivacs összefut. Komolyan mondom, ez a gyerek tud építeni. Tehát tényleg olyan agyszerű, meg poén az ötlet is. Csinálhatna saját pályákat. Szivacs agy tisztítása, mármint saját ötletből. Szivacs agy tisztítása, 3-2-1. A továbbvezető út mostantól szabad. Szóval én javaslom, hogy
Csinálj saját ötletből pályákat. Láttam, kreatív vagy. Gratulálok, hős vagy, visszanagyítottad a szivacsot. Most már csak át kell venned a jutalmad és végeztél. Hihi. Jézusom, egy halomgomb. 24. gomb. Megcsináltad, ügyes vagy. Most már nem nyom meg a pirosat én se. Gratulat, ügyes vagy. Nem. Taps. Nem. Csabusa az ász? Nem is. De igen. Nem. De igen. Hú. És magamat is megnyomhatom. Zegedi 2012 készítette. Ezt a pályát nem az készítette, aki az előző miniszivacsot, de megy tetszett. Megy tetszett az ötlet, és, meg, és csináltam rá folytatást. Remélem, hogy nem baj. Jutalom. Jó, ötletes, de jobban tetszett volna egy saját ötlet. Készítőháza. Pályát készítette. Szegedi 2012. Valami. Tudtam, hogy ide benni... Benézal. 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 A mai utolsó pályát Ágnes 08 készítette, vagy hát el lesz írva, és az a címe, hogy Atom Übertáp Séta Pálca Barát Map. És elindítom a stoppert. Sok csabusa fej. Gomb. Szabály, semmi életbe vágó, minden be van állítva, történet nincs, siess. Ez egy fa. Ez egy fa. Jó. Ez egy fa. Ez egy fa. Oké. Csak TP nyom meg. Hihi. Ez nyúl. Szépen dekorálta. Vége. Nyeremény. Próbáld ki. És itt egy atomübertáp sétapálca. Nem csinál semmit. Most kimegy, és le akar merülni a telefonom, de még egy percen belül vagyunk. Most benézek mögé, mert... Akkor ki kell ütni. Mert érdekel, hogy tényleg nem csinál semmit, vagy csak a verzió miatt van valami problém. Nem, tényleg nem csinál semmit. Jó. Jó, belefért az egy percbe végül is. Szép talkán volt díszítve. Na, melyik is tetszett legjobban? Nem írtam föl mindet. Mi volt az előző? A miniszivacs volt az előző, ugye? A szépen volt megcsinálva, de jobban tetszett volna a saját ötlet, igen. Hát igen, a miniszivacsban azt tetszik, hogy a kidolgozás. A szépen volt megépítve, de egyébként azon kívül, amikor unalomból kellett tölni, az is ilyen morbid, beteg pálya, nagyon beteg ötlet. Szóval még azt tudnám választani. Akkor a kézikönyv óvjon, és nem tudom, most a videó elején elmondtam-e, de akkor elmondom még egyszer, tehát az egyperces pályákat szeretném lezárni, úgyhogy ha most küldtök, azok már nem kerülnek be a videóba, csak az eddig küldöttek. De azért meg fogom nézni. A kézikönyv óvjon.